Álmodik kér, esengve imád, még érgolmod, rejánk letekint. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szent Pál apostol szavaival köszöntelek benneteket, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Foglaltok helyet. Nagy szeretetben köszöntelek benneteket itt Biberákban, és természetesen mindazokat, akik majd a technika segítségével ebbe a szentmisébe be fognak kapcsolódni. Itt vagyunk Biberákban, és ahogyan láthatjátok, bár kezdetét vette az évközi idő, még itt van ez a csodálatosan szép Betlehem. Éppen mondtam a sekrestés hölgynek, hogy azzal, hogy én 13 helyre járok itt az Egyházmegyébe, ahol szentmisé, magyar nyelvű szentmisén találkozunk, azt hiszem, hogy túlzás nélkül elmondhatom, hogy ez az egyik legszebb Betlehem, amit most az idei esztendő karácsonyában, illetve az elmúlt esztendő karácsonyában megláthattam, fellelhettem, majd gyönyörködjünk benne a szentmise végeztével. Az évközi idő vette kezdetét, ezt jelképezi a miseruhának a zöld színe, másrésztről pedig olyanfajta tanítás hangzik el a szentírási részeken keresztül, és magában az elmélkedésben is, amely segít számunkra elindulni, eligazodni ennek az új 2024-es polgári esztendőnek a kezdetén. A kezdőjének így hangzik, az egész föld téged imádjon és magasztaljon Istenünk, a nevedet énekkel dicsérje fölséges Urunk. Befejeződött hát a karácsonyi idő, elkezdődött az évközi idő. Az egyház az Úr Jézus Krisztus nyilvános működésére emlékezik, és feleleveníti életének és tanításának fontosabb állomásait, eseményeit és történéseit. Hiszen Jézus az egyházban általunk él tovább, ad új életet, tanít, vezet és segít bennünket az üdvösség útján. Ebben a szentmisében, mivel itt egy hónapban egyszer találkozunk, több szándékra is imádkozunk. Jelesül imádkozunk Jakkel Erzsébet elhunyt nővérünk lelke üdvéért, aki múlt esztendő december 16-án hunyt el, és éppen most tudtam meg fiától, hogy több mint 20 éven keresztül töltötte be itt a sekrestési szolgálatot éppen ebben a templomban. Illő és méltó, hogy ebben a szentmisében érte imádkozzunk, és őt, életét, szolgálatát megköszönjük a Jóistennek. Én legutóbb vele, amikor a szentségeket szolgáltattam ki, itt a közelben lévő idősek otthonában találkoztam. Továbbá imádkozunk ebben a szentmisében Giszlány Róbert, Giszlány Kamil és Lázár Endre elhunytak lelke üdvéért, Müller Mária testvérünk lelke üdvéért halálának 10. évfordulójára, Bottyán Borbála Otília elhunyt lelke üdvéért, aki 2023. szeptember 20-án hunyt el, és természetesen imádkozunk ebben a szentmisében Láng Antal testvérünk halálának 1 éves évfordulójára emlékezve, valamint a Láng család halottaiért. És hogy az imádságra, az egyéni háladásra, kérésre
mindannyian méltók legyünk, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket, Uram, irgalmaz. Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket, Krisztus, kegyelmez. Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk, Uram, irgalmaz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőségre a Hozsannából a 21-es számú éneknek első két verszakát énekeljük. Ugye ezt szoktuk énekelni mindig a karácsonyi ünnepkörben. Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek, az angyali seregek vígan. Dicsőség, dicsőség Istennek, békesség földön, békesség földön. Kit az igaz, a kis Jézushoz vezet, embernek. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te kormányzod a mennyet és a földet, hallgass meg néped esdeklő imáját, és adj békét napjainkban, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örökké. Foglaljunk helyet. Addig is mi megérkezel, hadd mondjam el, hogy Ferenc szólt időben, hogy nem fog tudni jönni a mai alkalomra, de az igazság az, hogy én elfelejtettem. Úgyhogy ez egy jó alkalom most mindannyiunk számára, hogy bátran, szépen használjuk az énekhangunkat, mint ahogyan azt meg is tettük most a szentmise kezdetén. Tessék! Olvasmány Sámuel első könyvéből. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel gyerekkorától fogva Éli főpap mellett az Úrnak szolgált. Az Úr templomába aludt, ahol az Isten ládája volt. Az Úr megszólította. Sámuel, Sámuel. A gyermek ezt felelte. Itt vagyok. Aztán odafutott Élihez, és azt mondta. Itt vagyok, hívtál. Éli ezt válaszolta, én nem hívtalak, feküdj le és aludj. Erre elment és lefeküdt aludni. Az Úr azonban újra szólította Sámuelt. Sámuel fölkelt, odament Élihez és azt mondta, itt vagyok, hívtál. Ő azt felelte, nem hívtalak, fiam, feküdj le és aludj. Sámuel ugyanis még nem ismerte az Urat, mert az Úr szava még nem nyilatkozott meg neki. Ezután az Úr ismét szólította Sámuelt harmadszorra. Az fölkelt, odament Élihez, és így szólt. Itt vagyok, hívtál. Erre Éli megértette, hogy az Úr szólította a fiút. Ezért azt mondta Sámuelnek, menj, feküdj le és aludj, aztán ha valaki szólít, így válaszolj. Szólj, Uram, hallja a te szolgád.
Sámuel elment és visszafeküdt a helyére. Akkor megjelent az Úr, megállt előtte és szólította, mint az előző alkalommal. Sámuel, Sámuel! És Sámuel így válaszolt. Szólj, Uram, hallja a te szolgád. Sámuel növekedett, az Úr pedig vele volt, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Akkor most zsoltározni fogunk a válaszunk, amit ismétünk énekelve. Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsen azt, amit kívánsz. Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsen azt, amit kívánsz. Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsen azt, amit kívánsz. Várva Szent Leszke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim! A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt. Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja, aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele. Kerüljétek a testiség bűnét. Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudtátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Isten testetekben. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja, alleluja, alle, alleluja. Alleluja, alleluja, alle, alleluja. Megtaláltuk a Messiást, azaz Krisztust, kegyelmet és igazságot kaptunk általa. Alleluja, alleluja, alle, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben ott állt keresztelő János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt, nézzétek az Isten báránya.
Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondta, és követni kezdték Jézust. Amikor Jézus megfordult és látta, hogy követik, megkérdezte, mit kívántok? Ők azt felelték, rabbi, ami annyit jelent, hogy mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg, mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a 10. óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól, és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével Simonnal találkozott, és szólt neki, megtaláltuk a messiást, vagy más szóval a fölkentet, és elvitte őt Jézushoz. Jézus rátekintett, így szólt hozzá, te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Ezek az evangélium igéi. Foglaljunk helyet. Krisztusban szeretett testvérek, a mai évközi második vasárnap egy szóban úgy is összefoglalható, hogy a meghívások vasárnapja. Hiszen voltaképpen mind a három mára kijelölt szentírási szakaszban, ráadásul a Zsoltárban is, aminek a visszatérő refrénje, válasza ez volt, így énekeltük, íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz, szintén az egyénnek az igénye arra hívó szóra, amely mindannyiunk számára felhangzik. Elsőként az ószövetségi szentírásból, pontosabban Sámuel első könyvéből hallottuk Sámuelnek a meghívás történetét. Sámuel egy kicsi gyerek, ott szolgál a templomban. Ott éli az életét. Éli főpap mellett. Amikor kicsi hittanos voltam, számomra ez volt az első olyan gyönyörű szentírási történet, amely mélyen megérintett. És minden bizonnyal nekem is szólt az a hívó szó, vagy hozzám is szólt az a hívó szó, mint ahogyan annak idején a kicsi gyermek Sámuelhez. 6.-7. voltam, amikor a szülőfalumba, Sárkozulakra egy általam nagyon szeretett és tisztelt papbács után, Vajda Imre atya után egy másik papbácsi érkezett, Mert Mihály atya személyében. Vannak itt Teremiek, jól ismeritek őt, hiszen ott a 80-as évek vége felé, vagy a 80-as években éppen Teremen szolgált plébánosként. És Mihály atya, amikor megérkezett szülőfalunkba, rá jellemző lelkesedéssel, tehát, hogy is mondjam, úgy egy kicsit megbolondított bennünket, engem is. Nekem akkor a vasárnapjaim úgy néztek ki, hogy mindenhová elkísérte Mihály atyát, kerékpárra, ahol ő a filiákban misézett, úgyhogy egy vasárnap 3-4 szentmisén vettem részt, és este már nem hazaért, igyekeztem, hanem még kimentem a barátokkal a focipályára, és a vasárnapjainkat mindig a focipályán fejeztük be. Úgyhogy valahányszor én újraolvasom ezt a szentírási részt, egy kicsikét magamra is ismerek, magamra találok,
És elmondom azt is, hogy mi az, ami nekem nagyon tetszik a gyermek Sámuelnek a magatartásában, a viselkedésében. Egy kicsi, őszinte gyermekről van szó, aki végtelenül tiszta, végtelenül naív, és végtelenül őszinte. Többszöri nekifutásra van szükség, míg rádöbben arra, hogy aki őt megszólítja és hívja szolgálatára, az nem éri főpap, hanem maga az Úr. És amikor már harmadik alkalommal is megszólítja őt, Sámuel, Sámuel, ő ismételten csak ezt a választ ismételgeti, mondja, szólj Uram, hallja a te szolgád. És ez az igen, az ő élet igenje volt az a fajta elköteleződés, amelynek a gyümölcse, hogy Sámuel növekszik, az Úr pedig vele volt, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon benne. Számomra egyértelműen, és számotokra is ezt üzenheti, hogyha egyszer igent mondtunk élethivatásunkra, akkor abban az igenben maradjon meg mindig a mi naivságunk, őszinteségünk, gyermeki ragaszkodásunk. És bárhogy alakuljanak is a dolgaink, bármilyen buktatókkal találjuk is szembe magunkat, ez az igen egyre inkább elmélyül majd bennünk. A válaszos Zsoltár válasza, íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Ez pedig az a fajta hozzáállás, amelyre mindannyiunknak a magunk szolgálatában, a magunk életében, élethivatásában szükségünk van. És mivel ennek az egyházi évnek, mondjam, évközidőnek a kezdetén mondjuk ki mindezt, akkor nyilvánvaló, hogy nem szól ez másról, mint egy ígéretnek a felfrissítéséről, megújításáról és megerősítéséről. Nagyon érdekes maga a Szentlecke, amit Józsi olvasott föl. Pál apostol a Korintusban élő hívekhez intézi ezt a tanítást az első levelében, és egyfajta érdekes részletre figyelhetünk fel. Így fogalmaz Pál apostol, a test, az embernek a teste, az én testem, nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért. És az Úr pedig a testért. Vagyis az én olvasatomban sokkal inkább ez nem egy figyelmeztetés, hanem bátorítás, biztatás. Majd folytatja Pál apostol, Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt. Miközben emberi testünk a halálban az enyészeté lesz, de az Úr, a Jóisten, ami emberi testünket megdicsőíti, feltámasztja. Megdicsőült testben támadunk fel, ez keresztény hitünknek egy fontos tanítása. Továbbá folytatja Pál apostol a gyönyörű tanítást, nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Krisztus titokzatos testének, vagyis az egyháznak vagyunk a tagjai. Majd ő ezt a tanítást a későbbiekben szépen ki fogja bontani, az elkövetkező vasárnapokban hallunk erről. Aki az Úrban egyesül, egy lélek vele. Majd folytatja, kerüljétek a testiség bűneit, hiszen minden bűn, amit az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó ember a saját teste ellen vét. És azért annyira fontos ez a fajta megközelítés az emberi testnek, mert ma, jelen időben az emberi test kultuszának a korát éljük. Egy olyan világban élünk, amikor nagyon sokan, nagyon sokat beszélnek az úgynevezett emberi test
méreteiről, mintha számokban lehetne kifejezni, hogy milyen az ideális emberi test, hogy kell, hogy kinézzen. Pál apostol, mint egy bátorításként azt mondja, nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lakó Szentléleknek a temploma, akit Istentől kaptatok. Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nem tudjátok, hogy nagy volt a ti váltságdíjatok? És akkor következik a végső következtetés, és ez az igazán fontos, a mai úgynevezett testkultuszú világban, dicsőítsétek meg tehát Isten a testetekben. Vagyis én ezt így tudnám lefordítani, hogy nagyon nagy a felelősségünk önmagunk életével szemben, vagyis testi, lelki épségünkkel kapcsolatosan. Minden embernek, és az az ő egyéni felelőssége, tisztában kell lennie önmagával, ezt nevezzük önazonosságnak, tisztában kell lennie testének korlátaival, határaival, és benne ne a veszteségeket lássa, sokkal inkább a lehetőségeket, különösképpen akkor, hogyha eltelik az idő fölöttünk, akkor megkopunk, de ez nem végzetes, ez nem halálos, hanem ez egy természetes folyamat, állapot az életemben, és végső soron emellett ugyanúgy oda kell figyelnem az én lelki épségemre, hogy minél tovább ezt a testi-lelki harmóniát a magam életében fent tudjam tartani, és naponként hálát el szívvel érte, életemért, köszönetet tudjak mondani. Lehet, hogy közben sokféle veszteség is ér engem, akár lelkileg, akár testileg. De azon túlmenően mindig megélhetem és megtapasztalhatom benne Istennek végtelen jóságát és szeretetét irányomba, másrészt pedig megláthatom azt a fajta felelősséget, amely már a sajátom, hogy mennyire kell vigyáznom saját magamra. És akkor megérkezünk az evangéliumi részhez. Igazából ezt az evangéliumi tanítást a múlt vasárnapi evangélium fényében fogjuk tudni megérteni és értelmezni. Én akkor arról is tartottam elmélkedésemet, akkor Schwäbisch-Mündben rögzítettük az elmélkedést és magát a szentmisét is, hogy Keresztelő János önazonos ember, aki tisztában van önmagával, nem vindikál saját maga számára olyan fajta elismerést vagy tiszteletet, ami neki nem jár, hiszen ő azt mondja, hogy eljön majd a vigasztaló, az igazság lelke, aki elvezet benneteket a teljes igazságra, hiszen nekem kisebbed nem kell, neki pedig növekednie. Vagyis tudja, hogy hol van az ő helye. És ugyanezt a gondolatot halljuk újból a mai evangéliumban, amely a Szent János apostol jegyez. Itt arról van szó, hogy Keresztelő János két tanítványa kíséretében meglátja Jézust közeledni, és megszólal, nézzétek, ő az Isten báránya. Vagyis rámutat arra, akinek érkezését ő csak előkészítette. Erről hallottunk a múlt vasárnap. És számomra egy nagyon érdekes jelenet következik. Keresztelő Jánosnak a két tanítványa abban a pillanatban ott hagyja Keresztelő Jánost, és Jézus követi. Én úgy elgondolkodtam azon, nem tudom, hogy ti már megtettétek-e, hogy ebben a pillanatban mit élhetett meg Keresztelő János. Két nagyszerű tanítvány egyik pillanatról a másikra ott hagyja őt. Hátat fordít neki. És nagyon valószínű, hogy ő ezt nem vette zokon, ez az életrendje, mert hogy éppen ő volt az,
aki rámutatott Krisztusra, és azt mondta, nézzétek az Isten báránya. Benne ez számomra egy nagyon fontos dolgot üzen, keresztelő János elengedte az ő életéből az általa annyira szeretett, tisztelt két tanítványt. Ezt nevezem én az elengedés művészetének. És ezzel már mindannyiunknak van dolgunk az életünkben, a saját életünkben. Elérkezünk egy olyan pillanathoz, amikor egy életszakaszt le kell zárni, váltani kell. És ez azt is jelenti, hogy mindent elengedek abból az életszakaszból. Nem ragaszkodom görcsösen hozzá. És ha valami nem úgy alakul, ahogyan én azt szeretném, ahogyan én azt elvárom, akkor az nem okoz nekem különösebb fájdalmat. Mert az elengedés művészetét mindannyiunknak a magunk életében meg kell élni, gyakorolni kell. Majd folytatódik a történet, és ilyen értelemben ez is nagyon izgalmas, amikor Jézus meglátja két tanítványt, keresztelő János két tanítványát, megszólítja őket, megkérdezi őket, mit kívántok? Rabbi, azaz mester, hol laksz? Azt is mondanám, hogy kislányok zavarban vannak, mert látszólag egy jelentéktelen választ adnak az Úr Jézus kérdésére. De ugyanakkor azt is mondhatnám, hogy van bennük egyfajta kíváncsiság, hogy milyen lehet annak az élete, akire az ő nagy mesterű, keresztelő János rámutatott, íme az Isten báránya. És Jézus azt mondja, gyertek el, nézzétek meg, hogy mennyire fontos volt az az óra, az a pillanat, amikor az a két tanítvány, keresztelő János két tanítványa találkozik az Úr Jézus Krisztussal, mi sem jelzi jobban, mint hogy az egyik tanítvány, és az nem más, mint Szent János apostol, aki ezt az evangéliumi szakaszt jegyzi, meg is jegyezte, aznap nála maradtak, megnézték, hogy hol lakik, és ez a 10. óra körül volt. Vagyis egy olyan fajta találkozás, amely örökre beleégett az ő szívükbe. És akkor most mindannyiunknak érdemes egy kicsikét megállnunk, és természetesen a magunk életére reflektálnunk, hogy vannak-e az én életemben ilyen sorsdöntő, fontos pillanatok, mondjam így találkozások, amelyek mint egy merőben meghatározzák az én életemet. Hogy lezárul egy szakasz, és kezdetét veszi egy új. És éppen ezért évek távlatából mindig örömben és hálában tekintek vissza arra a bizonyos napra, arra a bizonyos pillanatra. Amikor erre a mai emlékedésre készültem, akkor rádöbbentem arra, hogy az én elmúlt 10 esztendőmben, én most csak erről szeretnék beszélni, vagy bő 10 esztendőben, több ilyen pillanat is volt. A legutolsó ilyen pillanat az pontosan, szinte napra, pontosan ezelőtt 5 évvel volt. De hogy ez mit jelent, azt most nem szeretném elmondani. Számoljatok utána, 2024. januárjából kivonunk 5 esztendőt, akkor az 2019. januárja, vagy mégis mondjam el? Elmondom akkor, jó? Nem fogtok rájönni. Hát ez az, amikor én ennek az egyházmegyének inkardinált papja lettem. Amikor az azt is jelentette, hogy az én életemben, papi életemben egy nagyon fontos szakasz lezárult, addig én a Szatmári egyházmegyének voltam a papja. És éppen ezért, amikor 5 évvel ezelőtt ez az egyházmegye átvett engem, inkardinált engem, akkor ez számomra az elengedést, az elszakadást is jelentett, ami nem volt könnyű. Évekbe tellett még ezzel dolgozni, de ugyanakkor nagyon nagy hála is van mindazért, amit azt megelőzően a Szatmári egyházmegyében éltem meg, hiszen 1979.
őszétől lettem a Szatmári Egyházmegye kispapja, majd pedig 1986-tól a papja, lelkipásztora, egészen 2019-ig. És amikor az ember így visszatekint arra az időre, akkor természetesen arra csak nagyon nagy hálában és nagyon nagy szeretetben teheti meg. És mivel eltelt 5 év, ez megint egy olyan fajta sors döntő pillanat újból az én életemben, amikor most már nem annyira visszafelé tekintek, hanem még egy kicsikét előre, arra a szolgálatra, arra az életre, amely még ebben az aktív időben rám vár, és mindezt annak fényében, amit korábban a Szentleckével kapcsolatosan gondolatként megfogalmaztam, hogy a további szolgálatomat, feladataimat el tudjam látni, ahhoz testben, lélekben fitnek kell maradnom, oda kell figyelnem határaimra, mert hogy csak így tudom életemben megdicsőíteni a Jóisten. Aztán tovább folytatózik ez a történet, és igazából nekem ez a nagyon-nagyon megragadó és megkapó rész. A kettő közül, akik hallották ezt Jánost és követték Jézust, az egyik András volt, ugye János apostol nagyon szerény, magát nem nevezi meg. András volt Simon Péternek a testvére. És Simon Péter, illetve András, amikor találkozik az ő testvérével, Simonnal, szól neki, megtaláltuk a messiást, más szóval a fölkentet, és elvitte őt Jézushoz. És tudjátok, mi tetszik nekem nagyon ebben a kis történetben, ennek a részében? Mert Simon Péter lesz az egyház későbbi vezetője, a szikla. De Simon vagy János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni, Jézus rátekint, és mint egy új hivatást, új célt ad az ő életének. Hogy ahhoz, hogy Péter apostol eljusson Jézushoz, az ő testvérére volt szükség, Andrásra. Aki nem kezdett el magyarázkodni, nem gyártott teóriákat, hanem egyszerűen, mert találkozott a fölkenttel, a messiással, elviszi az ő testvérét, Pétert Jézushoz. Igen, ilyen értelemben mi is mindannyian ezt a fajta missziós szolgálatot töltjük be, hogy másokat elsegítünk, elvezetünk Jézushoz. Egy nagyon jó mondást hallottam éppen a tegnapi nap folyamán. Valaki beszámol az ő elmúlt esztendejéről, és azt mondja, hogy a misszió egy idő után nem passzió. A passzió szenvedélyt jelent, hogy oda teszem magam, és élvezem, amit csinálok. A misszió egy adott pillanatban nem passzió, hanem van benne teher, van benne munka, van benne fáradtság, van benne küzdelem. És amikor hallom ezt a mondatot, akkor nyilván magam fülével hallom, és magamra gondolok. És tegyétek ti magatok is. És akkor látjátok, hogy a magunk életében, a magunk missziójában bizony néha a szenvedélyen túl, a passzión túl nagyon sok küzdelem, nagyon sok áldozat, nagyon sok munka van. És ekkor, és csak akkor tudom mindezt betölteni, ha odafigyelek mindarra, amit a mai évközi második vasárnap olvasmányain keresztül számomra üzen és tanít. Amen. Örömmel valljuk meg keresztény hitünket, hiszek egy Istenben, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra,
harmadnapon föltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem katolikus anyaszent egyházat. Testvéreim, kérjük Urunkat, hogy mindig figyelmesen hallgassunk szavára. Tedd, Urunk, készségessé szívünket tanításod befogadására. Kérünk téged, hallgass meg. Segítsd apostoli munkájában az egyházat, hogy hozzád vezethesse a népeket. Irányítsd a népek vezetőit, hogy hatalmukat az egész emberiség javára használják. Add, hogy szeressük a templomot, a te hajlékodat, ahol veled találkozhatunk. Adj enyhülést és gyógyulást szenvedő és beteg testvéreinknek. Istenünk, segíts minket kegyelmeddel, hogy testben és lélekben egyaránt neked szolgáljunk, és ezáltal eljussunk az üdvösségre, Krisztus a mi Urunk által. A Hozsannából a 223-as számú éneknek a 6. és 7. szakaszát fogjuk énekelni. Szent szíveddel együtt hevülünk, elajánljuk szívünk s mindenünk, szándékoddal így egyesülünk, nyarlunk. De a szíved gyönyörök, mégis Krisztus eget ér. Áldott vagy, Úr, mindenség Istenem, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten. Imádkozzunk együtt, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, add, hogy méltó vegyünk részt ebben a szent cselekményben, mert valahányszor fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik, Krisztus a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ki megszámva tévelgő ember, világa született a szent szűztől, majd kereszt halála által az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a sírból örök életet ajándékozott nekünk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, dicsőséget himnuszál zengjük, és egy szívvel énekeljük a
223. számú éneknek a 8. verszakát. Ó, áldjuk mind az egek urát, szent vagy, és szóljon imád, ég és föld, a háladal hát. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vett a kelyhet is, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Száztizennégyes. Égből szállott szent Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Imádkozzunk most együtt úgy, ahogyan üdvözítünk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk! Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaimnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg a teljes egységet. Kérsz és szeretsz bennünket most és mindörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
engesztelődjetek ki szívből egymással. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, a 114-es számú éneket fogjuk énekelni, a többi verszakát. Először itt tőlem jobbra fogok áldoztatni, majd utána pedig itt középütt, jó? Ó, mennyei seregek, Szentvérjé, áldott Jézus, mi a tudod Isten,
Minden jónak nagy bősége, édes Jézus. Gyarló szívek erőssége, áldott Jézus. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és hittünk benne. Könyörögjünk! Istenünk, árasz szívünkbe szeretetes szent lelkét, hogy minket, akiket egyazon mennyei kenyérrel tápláltál, egyazon szeretet kapcsoljon össze Krisztus, a mi Urunk által. Áldás előtt a következőket szeretném mondani, hogy most a szentmise végeztével megyünk át a közösségi terembe. Szeretettel hívunk és várunk benneteket. Másrészt szeretném köszönteni mindazokat, akiknek január hónapban névnapjuk, születésnapjuk van, vagy valamilyen más családi eseményt ünnepelnek. Jóisten éltessen benneteket. A harmadik, legközelebb itt Biberákban, február hónap második szombatján, azaz február 10-én lesz, szintén itt, a megszokott időpontban. Következő, nagy örömben jelzem, hogy január 27-én, ez egy szombati nap, megtartjuk a 49. Stuttgarti Magyar Katolikus Jótékonysági Bálunkat, és én nem tudom, hogy miért van, de az történt, hogy rekordidő alatt fogytak el a helyeink. Volt olyan új hívünk, aki most csatlakozott a közösséghez, aki egymaga 60 jegyet értékesített itt el, ami azt jelenti, azt az üzenetet hordozza számomra, Juditnak hívják, Komáromi Judit, aki Nürtingen mellett lakik, Kirchheim, talán azon a környéken, hogy ő nagyon komolyan vette ennek a jótékonysági bálnak az üzenetét, és sokakat megszólított, mozgósított, éppen a tegnap jött, vitte el az irodánkból a jegyeket, miután átutalta az összeget annak rendje módja szerint. És amikor megkérdeztem, hogy Judit, ez mit jelent neked, azt mondta, olyan nagy öröm volt másokat is megszólítani, hogy gyertek el. Hiszen ez a jótékonysági bál éppen erről szól, nem csupán a szórakozásról, hanem arról, hogy közben jót teszünk, együtt vagyunk. Mivel az elmúlt év december 17-ét követően most találkozunk itt első ünnepélyes alkalommal, hadd mondjam el, hogy a tavalyi esztendőben, a december 17-én együtt jónak lenni még jobb akciónkban, amelyet becsatlakoztunk a jónak lenni jó szeretet akcióba, adománygyűjtő akcióba. Egy óriásit léptünk előre, és elsősorban nem csupán az összegyűlt összegre gondolok, ami nem volt kevés, több mint 2 millió forint, hanem arra is, hogy végre 9 szervezet, benne az egyházak, Stuttgartban és Stuttgart környékén egy irányba mozdultunk el. És ez egy óriási nagy eredmény. Erről beszéltem éppen tegnap lelkipásztor kollégáimmal, másokkal, hogy ez mennyire csodálatos jó érzés. Bízom benne, hogy ezt az utat, ezt az irányt tartani tudjuk és folytathatjuk. Majd, ha kijöttem, akkor még ott hátul, vagy Pali bácsi oda megy, még vannak könyveink, naptáraink, azokból is lehet vinni. Még néhány báli hely van, kiadó, azt is lehet vinni, és nagy örömötökre mondom, hogy a úgynevezett sárga lap is megtalálható, bár az Egyházközség honlapján, Facebookos oldalán az egész évi beosztás az rajta van,
Hát ebben az esztendőben így fogalmaztam, sem fogok unatkozni, hiszen 2024-es esztendőben is 160 helyre fogok eljutni szentmiség keretében. Éppen megnéztem az elmúlt éveket, amikor Imre atyával együtt szolgáltunk, akkor ugye az átlag a 180 volt, most pedig 3,5 éve már ezt egymagam végzem, illetve 3 esztendőn keresztül, hiszen a 20-as esztendő még a pandémiáról szól. És évente 160 helyre eljutni, az óriási nagy köszönet a Jóistennek, aki ezt a testi és lelki erőt megadta nekem hozzá. Pohászkodjatok, hogy mi hamarabb érkezzen a segítség. Azt is mondanám, hogy a küszöbön van, többet erről most nem tudok egyenlőre elmondani. Nagyon úgy néz ki, hogy hamarosan kapunk segítséget, lelkipásztor személyében is, illetve a teológusnő személyében is imádkozunk érte. Mert egyszer erre magunkat kell méltóvá tenni, ahhoz, hogy a segítség megérkezzen. Fogadjátok az áldást, az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen bennünket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, küldetéstek van, menjetek békével. És tekintve, hogy egy új esztendő kezdetén állunk, a szép kelet, szép nap. Igen, a 39-es számú éneket fogjuk énekelni. Szép kelet, szép nap, nincs benne homály, mert az örök nap benne a kis.